Szekszárdi születésű vagyok, szüleim és törzsgyökeres szekszárdiak voltak. Édesapám képesített kőműves mester volt, a városgazdálkodásnál dolgozott, majd később a Totévnél szakoktató volt. Édesanyám női szabó kisiparos volt, és ő is lányokkal foglalkozott, tehát a szakmát továbbadta nekik. Én 58-ban érettségiztem a Garai gimnáziumba, nem kerültem felvételre az egyetemre, így egy évet a Kölyál laboratóriumában dolgoztam, ahol feladatom volt a vízelemzés. 59-ben a Szegedi Tudományi Egyetem TTK karának vegyész szakra kerültem, és 64-ben végeztem. Egy véletlen során Nagykanizsára küldtek, ott kezdtem tanítani a Zsigmondi Vilmos kőolajbányászati vegyipari technikumba, de messze volt Szekszártól Nagykanizsa, ezért tekingettem hazafele. Nem sikerült, 66-ban viszont a felsőfokú vízgazdálkodási technikum pályázat, oktatói pályázatot hirdetett meg, megpályáztam, megnyertem, úgyhogy 66-tól nyugdíjat túl is 2006-ig a Bajai Főiskolán, Vizes Főiskolán oktattam, bejárva ott, ahol felsőoktatásban szokás, az összes lépcsőfokot úgy munkában, mint karrierépítésben. Szívem vágya, hogy idehaza dolgozhassak, az nagyon sokára került elő. 2009-ben, amikor bekapcsolódtam a Szekszárdi Vízműs csatornámű Kft.-nek a gyakorlatai és szellemi munkájába, akkor indult be a Baross Gábor program, kutatásfejlesztési projekt volt, és e programon belül lehetőség nyílt arra, hogy a labort, mondjuk a szennyvíz részleget, a területét bővítsük, a műszerállományát fejlesszük, és a programot sikeresen végrehajtottuk. Sokan mondják nekem, hogy ilyen idős korban nem kellene már dolgozni, de én nekem a munka az tulajdonképpen hivatásom volt, és az is marad, és hobbi. A szellemi motivációt pedig az adta meg nekem, és adja most is, hogy azt szeretném, hogy a szolgáltatott víz, attól függően, hogy hány ezren vannak egy-egy településen, úgy jusson el a fogyasztóhoz, hogy az kifogásmentes legyen, tehát jó és egészséges ivóvizet tudjanak fogyasztani. Köszönöm a város vezetésének, hogy méltónak talált arra, hogy a közjóért díjat én átvehessem.